Erőről beszélünk ebben a hónapban, és ehhez a témához, ami mára van, hogy az erő és a józanság, ezt kaptuk, és a Timóteushoz írt második levél, tehát Pál apostolnak a második levele Timóteushoz ebből azt az igét, hogy nem a félelemnek, hanem a szeretetnek és a józanságnak a lelkét kaptátok. Nem a félelemnek, hanem a szeretetnek és a józanságnak a lelkét kaptátok. Most majdnem mondhatom, hogy tőlem szokatlan módon nagyon kevés dolgot hoztam, mert egy dolog megragadott engem, amikor olvastam ezt, és úgy gondoltam, hogy ennél többre talán nincs szükség, amikor ószövetségi részt veszünk, vagy kapok, akkor mindig nagyon sokat kell készülnöm hozzá, és utána nem bírom megállni, hogy azt meg ne osszam veletek, mert számomra mindegyik nagy-nagy élmény, de azt hiszem, hogy én vagyok talán, aki a legkevésbé tudom a pásztor leveleket, vagy Pál apostol leveleinek a beosztásait, tehát hogy erről nem gondolom, hogy részletesebben kell beszélnem. Viszont természetesen hozzáolvastam az első levelet is, de valóban annyira különbözik a második levél, hogy most inkább csak ezt olvasnám. Egyedül annyiban térnék el, hogy végigolvasnám az első részt, és bele szeretnék olvasni a második részbe és a hetedik versig, amelyiknek nálam ugye az a szakasz címe, hogy intés a tanítói hivatalnak hű és állhatatos folytatására, majd úgy is látjátok, hogy miért. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt második levele, így kezdődik a beköszöntés. Pál Jézus Krisztusnak apostola Isten akaratából, a Krisztus Jézusban való életnek ígérete szerint. Timóteusnak, az én szeretett fiamnak, kegyelem, irgalmasság, békesség az Atya Istentől és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hálát adok az Istennek, akinek szolgálok őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel, hogy szüntelen gondolok rád könyörgéseimben éjjel és nappal. Kívánván téged látni, megemlékezvén a te könyhullatásaidról, hogy örömmel teljesedjek be. Eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül való hit, amely lakozott először a te nagyanyádban, Luisban és anyádban, Eunikában. Meg vagyok azonban győződve, hogy benned is. Minek okáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Mert nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Ne szégyeld hát a mi Urunk bizonyságtételét, se engem, az ő fogját, hanem együtt szenvedj az evangéliumért Istennek hatalma szerint. Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte. Megjelentetett pedig most a mi megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által, amelyre nézve tétettem én hirdetővé és apostollá és pogányok tanítójává. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Egészséges beszédeknek példáját megtarts, miként én tőlem hallottál, miket én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.
azt tudod, hogy elfordultak tőlem az Ázsia beliek mind, kik közül való Figellus és Hermogénesz. Az Úr legyen irgalmas az Onesiforus háza népének, mert gyakorta megvidámított engem, és az én bilincsemet nem szégyellette. Sőt, mikor Rómában volt, buzgón keresett engem, s meg is talált. Az Úr engedje meg neki, hogy találjon irgalmasságot az Úrnál a manapon, és hogy mi nagy szolgálatot tett Efezusban, te jobban tudod. És a második résztől. Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben, és amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, akik másoknak tanítására is alkalmasak lesznek. Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Aki munkálkodik, földművelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, amit mondok, adjon ezért az Úr néked belátást mindenekben. Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való, az én evangéliumom szerint. Eddig szerettem volna felolvasni. És amilyen jegyzetet készítettem én ehhez, hogy ahogy megszólított sorba Pálnak a mondatai, nagyon, nagyon megrázó és nagyon, nagyon gazdag ez a rész, és nagyon sűrített az evangélium hirdetésére és tanításának a gondolataiban. De mivel mi most az erőről beszélünk, és ennek az üzenete is úgy érzem, hogy elsősorban az, hogy Pál a missziós szolgálatot bízza, vagy ezzel kapcsolatban írja ugye ezt a pásztori levelet Timóteusnak, és hát tudjuk azt, hogy mindannyiunknak vannak harcai, de tudjuk azt, hogy Gábor mekkora harcban van, amihez azt gondolom, hogy nehéz hasonlót találni, így ezért csak e köré. Tehát ahogy itt elhangzott, hogy a lelket kaptad, tehát hogy ez az újjászületés, és azt gondolom, hogy csodálatos élmény az, ami Pállal is ezeket a nagyon szeretetteli és nagyon gazdag mondatokat mondja, csodálatos élmény tanulja lenni egy ember újjászületésének. Van köztünk valaki, aki a születést megélte nemrég, ugye? És hogy az milyen csodálatos élmény, és egy felnőtt embernél elhagyni azt az utat, amit addig járt, és az újjászületést, és ott olyan csodálatos dolog lehet, hogy Pál erre megemlékezik, hogy fiamnak, szeretett fiamnak szólítja, ugye, Timóteust. Tehát, és utána ebben való növekedést elősegíteni, ezt érzi kötelességének Pál. És talán ezt emelném ki, hogy a megtérés is csak egy az első lépés, és utána a növekedés hosszú és nehéz útja vár a megtért emberre, és hogy szüksége van arra, hogy pásztorolják és segítsék őt ezen az úton. Tehát úgy érzem, hogy Pál a szeretet mellett ezt a felelősséget is érzi, amikor ezeket a mondatokat írja. Érdekesnek találtam, hogy pont eddig olvastam végig, hogy a 8. vers már így kezdődik, hogy emlékezzél meg,
hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, és a rész, az első rész elején is ezek, tehát mint egy keretbe foglalja, hogy én emlékeztem rád, és én emlékeztetlek. Tehát valami folytonosságot is látni ebben, hogy én végigkísérlek, mert a gondolataimban szüntelen gondolok rád, könyörgéseimben éjjel és nappal, és eszembe jutván a benned lévő képmutatás nélkül erről. Tehát, hogy ezt, hogy van közöttük egy imádságos kapcsolat, hogy Pál távolból is, nem mindig levél által, de hogy gondol rá. És én azt gondolom, hogy amikor mi ugye igét olvasunk, akkor mindig hát biztatást is kapunk arra, hogy magunk életében hogyan tudjuk ezeket az igéket. Tehát, hogy jó az, hogyha egymásra tudunk gyakran gondolni, egymás életútjára gyakran gondolni, és imádságban is hordozni a másikat. És imádkoztam érted, hogy továbbra is megerősödjél a feladatokra. Tehát sokszor meg kell állnunk, és azért mondhatjuk azt, hogy eddig megtettük, de az, hogy továbbra is megtegyük, ahhoz ugyanezekre a segítségekre van szükség. Ahogy mondtam, hogy nagyon szépek, nagyon lírai ez a levél, mindössze csak egy olyan két csoportosítást tennék, hogy Pál a saját nehézségeit mondja el, hogy ő mivel találkozott, de úgy mondja el Timóteusnak, hogy ezek szinte törvényszerűségek, akkor, amikor egy ellenséges közegben hirdeti az evangéliumot. Ezeket külön húztam alá, és szeretném így elsorolni nektek. Ugye az egyik az, hogy ne szégyeld a mi Urunk bizonyság tételét, tehát hogy előfordulhat az, hogy olyan bántások és olyan szavak hangoznak el, amik szégyelni valóak lennének, de ő azt mondja, hogy ne szégyeld. Aztán tudod, hogy elfordultak tőlem az ázsiabeliek mind, szintén eszembe jutott, hogy milyen nehéz az, amikor valaki sokáig kísér valakit az útján, és segítséggel van rá, és visszaolvastam ezeket a történeteket, és utána valami apró önös érdek során egyszerűen úgy érzi, hogy ott lehet hagyni Pált, és egyedül indítja tovább ezen a veszélyes, mert valóban fizikai bántás is érte veszélyes, és lelkileg is nagyon nehéz úton. A kettő második rész harmadik versében, hogy azért a munkának terhét hordozzad, tehát utal rá Pál, hogy ez egy terhes, tehát nem egy könnyű feladat, hogy számíts rá, igen, megkaptad a Szentlélek erejét, megkaptad tőlem a felhatalmazást, de teher lesz a számodra. Igen, itt az elfordulás, ez volt a nagyon. És hogy sorra vennénk azt, hogy Pálnak mi az útmutatása a helyes magatartásra is, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, ami benned van. Ugye ez azt jelenti, van is egy ilyen, hogy nincs már benned meg az első szeretet, ugye egy másik levélben olvassuk, a gyülekezethez írt levélben, hogy igen,
sokat kell gondolnunk mások életére, feladataira, de arra is, hogy a mi első szeretetünk, amikor megszületett, hogy azért hálát adni, és azt felébrezgetni magunknak. Ezután következik a hetedik vers, ugye, ami kiemelt igény is volt, hogy nem a félelemnek lelkét, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Úgy érzem, hogy az, hogy erő és józanság volt a mai témánk, hogy a szeretet összeköti ezt a két fogalmat. Tehát akkor van erőnk egy munkára, hogyha szeretet köt össze azzal a feladattal bennünket, és megkapjuk hozzá a józanságot. Ugye ezen elgondolkodtam, hogy a józanság, ugye gyakran a részegség józanság viszonylatában beszélünk róla, hogy az, amikor valaki tudja, hogy mit csinál, miért csinálja, és hogy annak mi a következménye, mert hogy a részeg ember ez az, amit nem tud. Nem tudja, hogy mit csinál, nem tudja, hogy miért csinálja, és nem számol a következményekkel. Tehát én úgy érzem, hogy ez amit itt, hogy szeretettel azonosulni azzal a feladattal, amit ez a bizonyos lélek az újjászületett emberre rábíz, és a józanság, mi gyakran talán közömbösségnek mondanánk, de messze nem erről van szó, hanem az arról, hogy tudom, hogy mit miért teszek. És akkor így különösen megérthetőek azok a gondolatok, amit Pál mondott, hogy akkor nem fogom szégyelni a bizonyságtételt, mert tudom, hogy ha nem mondom, az bűnnek számít, és el fogom tudni viselni, hogyha bántanak és szégyenítenek. Ugyanúgy, hogy együtt szenvedj az evangéliumért, tehát a szenvedést elviselni. Az egészséges beszédeknek példáját megtartani. Tehát, hogy meghallani a beszédeket, és meg is tartani a cselekvést, és mindezt a bennünk lakozó Szentlélek által. Továbbiakat azért hoztam ide, hogy Pál apostol az erősödés, tehát az erő, de egy további erősödésre hívja fel a figyelmét, hogy továbbra is erősödjél meg Jézusban való kegyelemben. És még egy gondolat, hogy ő is keresse munkatársakat. 2:2 versében bízzad hív emberekre. Tehát amiket tőlem tartottál, bízzad hív emberekre. A józansághoz nagyon fontosnak tartom ezt, hogy ha pedig küzd valaki, nem koronáztatik meg, hanem szabályszerűen küzd. Tehát a küzdelemnél, hogy a szabályszerű küzdelemre. És 7. versben pedig, hogy adjon ezért az Úr neked belátást mindenekben. Valóban úgy van, hogy ez Pálnak az utolsó levele, lehet, hogy végrendeletnek, lehet szellemi végrendeletnek tekinteni. Egyesek rámutatnak, hogy talán a kulcs szó a levélben, vagy kifejezés, ez a de te. Itt a második fejezet első szava is ez, te azonban. Ez a görögben ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy de te. És ez azt jelenti, hogy Pál előtte bizonyos borús dolgokat említ, nehézségeket, és ehhez képest, de te ne add meg magad, ne engedd el magad, járj egy másik utat. És ennek különböző fokozatai vannak, a testi gyengesség, a félelem, atyafiaknak az elfordulása, és új tanításoknak a beengedése, amelyek mind-mind valamilyen engedményt jelentenek, de te ezekben a pillanatokban merj más lenni. Tehát mintha ezt mondaná, hogy merj
más lenni, és ne sodródj az ára. A másik, amire gondolok, hogy annyiszor említi itt a félelmet, a gyengeséget, az erőtlenséget, annyiszor bátorítja az ellenkező magatartásra, hogy ezen úgy el kell gondolkoznunk, illetve azon, hogy egy ilyen lelki kapcsolatban valaki szabadon célozgathat arra, hogy nem lát bennünket elég erősnek. Mert erről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy Timóteus dúzzad az önbizalomtól, és ide nekem a császárt is, vagy nem tudom, az oroszlánokat, hanem fél. És alapvetően talán nem olyan fajta félénkség ez, hogy fél az árnyékától, hanem benne van ebben még az is, hogy de hát most én rám bízzák azt, amit eddig Pál csinált. Tehát hasonlóan ahhoz, hogy a tanítványok teljes zavarban vannak, amikor Jézus búcsúzkodni kezd, hát mi lesz velük most itt? És muszáj velük arról beszélni, hogy dolgozni kell azon is, hogy ne a félelem és a szorongás diadalmoskodjék. Ez a gerjeszt fel a kegyelmet, nem elég egyszer megkapni valamit, azt gerjeszteni kell, azt karban kell tartani, azt fel kell éleszteni, azt tovább kell erősíteni. Tehát az embernek dolga van azzal, hogy ne engedje el magát, és ne mondja, hogy de ő alkalmatlan a feladatra, pedig mondja és gondolja pláne. Ugye a legnagyobbak is, mint Mózes. Hát ezt a te nagy népedet, hát hogy bízhatod rám? De nem ő az egyetlen, aki úgy érzi, hogy ez a feladat meghaladja az ő erejét, és mégis el kell jutnia oda, hogy de ha Isten kiválasztott és rám bízta, akkor miért azt hajtogatom, hogy de én alkalmatlan vagyok? Mert lehet, hogy elvben és alapvetően alkalmatlan vagyok, de ugye, amit ott Mózesnek mond, hogy de én veled leszek. Tehát nem úgy mész el ezzel a te alkalmatlansági tudatoddal, rendben van, ez így van, de én veled leszek. Tehát nem mond, hogy ifjú vagyok, nem mond, hogy idős vagyok, nem mond semmi olyan mentegetőzést, amivel kitérnél a megbízatás elől, mert Isten veled van. Tehát az nem baj, ha az ember érzi, hogy ő alkalmatlan. De ha Isten őt szemelte ki, akkor meg fogja tudni oldani a feladatot, mert Isten különben nem bízta volna meg ezzel. És hát azon belül aztán, hogy milyen fajta lélek ez az erő, szeretet és józanság lelke, emlékszem, egyszer elmélkedtem talán itt a gyülekezetben is erről, hogy milyen az, ha valamit ebből a három összetevőből az ember kihagy. Ha csak erő és szeretet van, az rajongást eredményez. Ha szeretet és józanság, az majdnem elképzelhetetlen, de az olyan fajta hidegség, vagy pláne az erő és józanság, az egy áttörhetetlen fal. Tehát muszáj ezeknek a dolgoknak, mint három lábnak megtartani az embert. Az erő, a szeretet és a józanság együtt adják azt a valamit, amivel Isten embere az elhívásának meg tud felelni. És nagyon-nagyon-nagyon ellentétes karakter Pálhoz képest, de ebben is van valami isteni bölcsesség, hogy nem baj, ha jön egy másik típusú ember utána. Emlékszem, nemrég olvastam Churchillnek az életét, a most leköszönő londoni polgármester írt róla egy elég jó, szellemes életrajzot, és abban egy külön pont, hogy a megnyert világháború után, amit ő nagyon diadalmasan végigcsinált annak diplomáciai, katonai és mindenfajta összetevőjével együtt,
a következő választást a háború végén 1945-ben elbukja. Elbukja, és ebből nem az van, hogy egész világ tudja, hogy Churchill hogy meg van sértve, milyen hálátlan az angol nép, és így tovább, hanem ő maga beszél arról, hogy ő megérti, hogy ezután a szörnyű feszültség és háború után az emberek vágynak egy másfajta vezetőre, mondjuk így, és természetesnek, nem esik neki jól, de természetesnek tekinti, hogy másféleképpen folytatódnak a dolgok. Ugye sok vezető kétségbe van esve a gondolatra, hogy nem ő viszi tovább. Sőt, vannak olyanok, akik ugye nem halnak meg, az lenne a szerencsésebb helyzet, ha meg is halnának, de ha nem halnak meg, akkor ismertem ilyet, hogy az utódjuk teljes ideje alatt gyakorlatilag ők irányítottak. Tehát nem bírták abba hagyni, és nem tudták elengedni, és nem tudták azt mondani, hogy de te megfelelsz a feladatnak, éleszt fel a benned lévő, gerjeszt fel a benned lévő elhívást, légy józan, mert nemet mondani, vedd a kezedbe az ügyeket, mert az Úr veled lesz. Ez lenne a normális.